Ma a réteg állatvilágán belül a madarakkal, és azon belül pedig a fácánnal és az egerisztőivel fogunk foglalkozni. Nézzük először, hogy mit kell tudnunk a fácánról. A fácán egy mindenevő madár, ami azt jelenti, hogy a magok és gyümölcsök mellett rovarokkal is táplálkozik. Ebben nagy segítségére van az erős kapirgáló lába, aminek segítségével a földből kikapirgálja a számára táplálékos szolgáló rovarokat, bogarakat. Ez a típusú láb ismerős lehet, mégpedig a házi tyúktól, mert a tyúknak pont ugyanilyen típusú kapirgáló lába van. Fogod, hogy több olyan tulajdonsága is lesz a fácánnak, ami a házi tyúkéhoz nagyon hasonló. Itt van rögtön a következő, mégpedig a kúpos szőr, szintén ugyanolyan, mint a házi tyúknak. Ez arra szolgál, hogy ezzel szedegeti fel a tyúkát. A házi tyúkhoz hasonlóan a fácán sem túl jó repülő, tud repülni, de csak alacsonyan és nagyon rövid távolságra, mert nem bírják el a szárnyai a testét. Külső jegyeiben nagyon fontos különbség a hím és a nőstény fácán között, hogy a hím tollazata nagyon színes, nagyon feltűnő, ahogy a képen is láthatod. Ennek elsősorban a párválasztásban van fontos szerepe, ezzel hívják fel magukra a tojókat. A tojók pedig, ahogy a képen is láthatod, nagyon egyszerű, és teljesen eltérő tollazatúak, barnás, halvány, bézses színű a tollazatok. Ez nagyon előnyös, hiszen a fácán a talajon költ, odarakja a fészkét, és ott költi ki a tojásait. Így, mivel a tojó ül a fészken, így könnyebben be tud olvadni a fűbe, kevésbé ríki, mintha mondjuk ugyanolyan színes tollazata lenne, mint a A fiókáknak pont ugyanebből a logikából kiindulva hasonló barnás színűek van kiskorukban, mint ahogy a képeken is látod. A fiókáik fittek hagyók, ez azt jelenti, hogy szinte rögtön a tojáról kikelésük után képesek csipegetni, járni és az anyjuk után menni, tehát nem szorulnak annyira az anyjuk gondoskodására, vagy a szüleik gondoskodására annyira, mint mondjuk más madarak, mondjuk egy gólya vagy egy fecskének a fiókái, akik ugye kezdetben akinek kezdetben még tolluk sincsen, és ugye a szüleik hordják folyamatosan egész nap nekik a táplálékot. A fácán fiókák viszont nem fészek lakók, hanem fészek hagyók, tehát rájuk ez a fajta elesettség, ez abszolút nem jellemző, ők nagyon aktívak már rögtön a tojásból kikerés. A fácán nappal jár táplálék után, az éjszakát pedig, ahogy a jobb oldali képen is látod, általában alacsonyabb fák alsógalján ülve tölti, hogy a ragadozók ellen valamennyire védve legyen, és azért csak ilyen alacsonyabb galjakon, hiszen, mint ahogy mondtuk, nem túl jó repülő, ezért csak az alsó galjakra tud felülni. A fácán egy gyakori madár, nem védett, sok van belőle Magyarországon, és éppen ezért a vadászok körében nagyon népszerű. A vadászatokon, ahogy a képen is látod, általában nagy számmal ejtik el ezt a madarat. A másik madár, amiről ma beszélünk, ez az egerészőjv. Ez hazánk leggyakoribb ragadozó madara. A ragadozó életmódjához alkalmazkodtak a különböző részletei is, mint például a képen látható markoló láb. Látszik, hogy hegyes, éles, karmú markoló lába van, amit bizony arra használ, hogy ez beleválja az elfogott zsákmányba, és hát nem is húzza ki belőle, hanem amiben ő egyszer ezeket a hegyes karmokat belemártja,
azt bizony már foglyul ejtette, és a zsákmányolás. A másik, ami a ragadozó életmódját jelzi, és ami elősegíti, ez a csőre, ami egy kampós görbecsőr, ezzel tud a húsból falatokat tépni gyakorlatilag. Nagyon éles látása van, ez szintén a vadászatot segíti, több kilométer távolságban a levegőben levegve is meglátja az egeret, kockot. Kiválóan repül, képes a lebegő repülésre is, ami ugye azt jelenti, hogy ilyen vitorlázó módon kitárva a szárnyait, lebeg a mezők réteg felett, és ahol éppen megrezzen a fű és megmozdul egy számára értékes zsákmányállat, akár egy egér, vagy egy pocok, vagy bármilyen más rágcsáló, ő már is lecsap. A fészkét viszont nem a réteken rakja, hanem erdőben vagy erdősávokban rakja, réteg mellett kis erdősávokban, és csak vadászni jár ki a füves területekre. Fiókái, tehát ellentétben nem fészekhagyók, tehát jó ideig a szülei gondoskodásra szorulnak. Nappal vadászik az egerésző, ahogy mondtam, lebeg köröz a mező tisztások fölött, és keresi zsákmányát. A tápláléka pedig, ahogy már szintén említettem, főleg rágcsálókból áll, egér, pocok, de akár a nyulat is megeszi, ínségesebb időkben pedig akár rovarokkal vagy gyíkkal is kénytelen beérni.